Aggasztóan magas továbbra is az antiszemitizmus mértéke Európában, különösen Magyarországon, Spanyolországban és Lengyelországban. Ezt állapította meg a Rágalmazás elleni Liga New Yorkban ismertetett 10 európai országban elkészítetett felmérése. Az antiszemitizmus általános foka a felmérés szerint Magyarországon a legmagasabb, ahol ez negyedével nőtt a 3 évvel ezelőtti értékhez képest. Ez ellen kell minden demokratának együtt fellépnie. Ezt hangsúlyozták valamennyien, akik ma Radnóti Miklós antirasszista díjat kaptak. Nincs olyan, hogy kicsit vagy nagyon bántani, csak maga a bántás van. Az igazán jelentős dolgokban nincsenek fokozatok, ezzel a gondolattal vezette föl a díját adott Kálmán Olga. Az ATV műsorvezetője maga is Radnóti díjas, ahogy mostantól a csatorna egy másik műsorvezetője, Bolgár György is. Önmagában egy díj semmit sem jelent, de ma sajnos egyre többet jelent egy ilyen díj odaítélése és átvétele, mondta a díjazottak nevében Bolgár György. Megkülönböztetetteket, olyanokat, akiket a bőrük színe miatt, a származásuk miatt, a más státusuk miatt lenéznek. Olyanokat kell védeni, akik nem tudják esetleg magukat megvédeni, és ezek az emberek, akik itt ülnek mögöttem, erre képesek. Ennél fontosabb ügy nincs ma Magyarországon, ezért különösen megtisztelő az Antifasiszták Szövetségének díja. Ezt mondta híradónak Fischer Iván. Mindenkinek össze kell fogni, aki ezekkel az őrült, újra éledő, borzasztó eszmékkel szemben fel akar lépni, és ki fog derülni, hogy sokkal többen vagyunk, sokkal erősebbek vagyunk, és akkor nem lesz semmi baj. Olyan a faji alapokat is hangoztató ordas eszmék támadtak fel most Magyarországon, amelyek ellen a többségi társadalomnak küzdenie kell. Ezt már Czeiser Endre genetikus tette hozzá. A zsidóságnak nincsenek jobb génjei, mégis ugye azért a magyar Nobel-díjasok 70%-a zsidó, a cigányok pedig nem azért értelmi fogyatékosok, mert rosszak a génjeik, hanem egyszerűen azért, mert a zsidó kultúra tudja, hogy a tudás és a tanulás a legfontosabb. Az Indiából jött cigányaink, azok meg ragyogóan táncolnak, énekelnek, danolnak, de nem tudják azt, hogy meg kell tanulni Európába írni, olvasni. Ez nem gén. A nácizmus üldözöttei országos egyesületének egyik Auschwitzet is megjárt. Most díjazott vezetője elkeserítőnek tartja a Rágalmazás ellenes Liga legfrissebb antiszemitizmus jelentésének eredményeit. Ebben az áll, hogy Magyarország listavezető a 10 vizsgált európai nemzet között, és az adatok szerint nálunk nőtt leginkább az antiszemitizmus az elmúlt években. Egyes kérdésekben harmadával 2009-hez képest. 27 hozzátartozó halt meg. Ez rettenetes, hogy arra gondoljak, hogy most az unokáim, a gyerekeim, a dédunokáim egy hasonló sorsba, hasonló megvetésbe, szörnyűségbe kerüljenek be, én ettől rettenetesen félek. Összefogással és nemzetközi segítséggel talán megállítható ez a folyamat, de ehhez politikai támogatás is kell, tette hozzá a díjazott.